I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got less Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Sziasztok, én Alba vagyok, és most be fogom mutatni ezt a kocsit, ami a Lampadetti Tropos Rally névre hallgat. Nézzük is a tuningját. Na hát akkor ugye az armor, hék, motor, na kipufogó. Hát itt lényegében ugyanaz, csak karbonra, meg titánium színűzőját, és ennyi. Legyen akkor kar vagy chrome. Az elejére lehet rakni egy plusz lámpákat. Hát én nem rakok el, nem tetszik fel. Nem, ott azt ebben csak egy van, itt az elejét így beizelni. Ez jöhet rá. Akkor lámpa. Neon. Hát a neon. Az legyen kék. Na live-éri, hát lehet, hogy ugye, hogy nincs rajta, de így az autót nem lehet megvenni, valamelyik live-érivel kell megvenni. Hát van ez, ami most rajta van, vagy van ez a másik, ez az üveges. Hát én hagyom azt, ami rajta van, nyilván azért vettem meg úgy. Na akkor a színe. A színe milyen van ehhez? Nagyon jó kérdés. Na lehet maradt fehér, az is benne a pakliban. Nézzük meg egy pirosat. Nem tudom, valahogy a piros az nem érzik ez az autóhoz. Ja, de nem szeretünk semmit, maradt fehér. És meglepetésre nem lehet rárakni crew emblémát. Na, ezt át lehet színezni karbonra. Na, spoiler. Aha, oda lehet rakni egy kis cuccos, vagy be lehet színezni olyanra, milyen a live-érének a színe. Hát azt hogy csináljuk olyanra. Vagy, dehogy is, nem a hülyeséget beszéltem. Leveszi róla azt a cuccot. Láttam, hogy levette. Nem is értem, miért mondtam azt, hogy átszínezi. Na, ezek a felnék nem nagyon illenek alá. Miért kéne nézni? Nézzünk túl, ne? Na, ez már valahogy így sokkal jobb. Én nem az a túl széles felnék. Valamint kellene, ami ilyen sok illős. Na, mint például lesz. Mi lesz sem rossz, hogy nem is az annyira nem lehet. Túl sok küllős már. De ez jó, ez tetszik. Ó, feketében. A fekete felnő szinte minden kocsi jól áll. Na hát a gumi füst az legyen most sárga. És akkor az ablak színe, és akkor megyünk egy versenyre, és akkor már nézzük, hogy mit tud ez az autó. Na akkor itt is vannak a verseny, és akkor nézzük, hogy mit tud a Lampadetti Tropos Rally. Ugye korábban mentem már itt a Spectre-rel, az egy 42-3-as kör tudtam menni. Hát ezzel meglátjuk, hogy mit tudunk, meg hogy az autó maga mit tud. Na, a gyorsulás az jónak tűnik. Ez egész jó. Viszont a mélysebessége már nem annyira. Hát a kanyarodása is még úgy az elmegy kategória. A mélysebessége az nagyon kevés. Mondjuk ezt az autót jobban ilyen homokos területre ajánlott. Ilyen földes területekre, ott menne ez jól. Hát csak egy 44-es körödőt sikerült vele menni. Ettől függetlenül olyan versenyt ajánlom, mondom, ilyen homokos vagy ilyen földes terület. Mert ez ilyen aszfalton, ez ott hagyja a többi autó szerintem. Viszont egyet mondom már ez a videó, ha tetszett akkor lájkold, iratkozz fel, vagy kövess a Twitch-en. Facebook oldalon minden ott lesz a leírásban.
legközelebb jövök vissza. Sziasztok!